A kormányzat vírusterjedést megállító intézkedéseire reagálva Bátaszékváros vezetése több a következő időszak életét gyökeresen meghatározó intézkedés bevezetését határozta el. Meghoztuk azokat a döntéseket, ami elsősorban a prevenciót, a megelőzést, illetve a tovább, adott esetben a vírus továbbterjedésének meggátolását célozza. Ez több mindent érint. Így a döntés alapján és a kormányrendet felhatalmazása alapján március 17-től, azaz a holnapi naptól, keddi naptól rendkívüli szünetet rendeltünk el a Bátaszéki Városi Óvodában, és ezt tették gyakorlatilag a környékbeli települések polgármesterei is. Tehát Alsónánán, Alsóinken, Pörbölyön is egységesen rendkívüli óvodai szünet került elrendelésre, ami azt jelenti, hogy kérjük a szülőket, hogy aki meg tudja oldani, az családi körben próbálja a gyermekek elhelyezését megtenni. Aki meg semmilyen módon nem tudja ezt megoldani, számukra ügyeletet tudunk biztosítani az óvodai épületén belül, kiscsoportos foglalkozások keretében. Gondoskodtunk természetesen az étkezéssel kapcsolatos kérdéseknek a megoldására is, tehát mindazon családok számára, akik igénylik az étkezés ellátását, és ez igaz az óvodai ellátásra, általános iskola ellátásra és a gimnáziumi ellátásra is, azok a mai nap folyamán tudnak jelzéssel élni az intézményük irányában, hogy kérik-e az étkezésnek a biztosítását. Ebben az esetben kérjük őket, hogy mivel helyben elfogyasztásra nem lesz lehetőség, hogy mindenki kettő garnitúra éthordot biztosítson ennek a szolgáltatásnak az igénybevétele érdekében. Az oktatási és nevelési intézmények mellett további intézmények bezárására is sor kerül. Az idősek nappali ellátásában a szolgáltatást szintén 17-től szünetelteti. Tehát azok az idősek, akik eddig bejártak az idősek napközi otthonába, és ott vették igénybe a szolgáltatást, ettől a naptól nem tudják ezt megtenni, de természetesen gondoskodni fogunk róluk, tehát rájuk házi segítségnyújtás keretében fogunk gondoskodni, és az ellátásukat biztosítani, ami beletartozik, hogy részükre kiszállítjuk az ebédet. Sőt, azok számára, akik eddig az épületben vették igénybe az ebédszolgáltatást, ki fogjuk szállítani, és otthon tudják elfogyasztani az ebédjüket. A közművelődési és sportterek tekintetében is korlátozásokat vezetett be a városvezetés. A Petőfi Sándor Művelődési Ház, természetesen a Tájház, a Kalász János Városi Sportcsarnok, illetve a Városi Tanúszoda nem működik, zárvatartás van, tehát üzemszünetet rendeltünk el. Kérjük mindenkinek a megértését, tehát akik ezekben az épületekben bármilyen foglalkozást, edzést, kultúrprogramot szervezték, azokat töröljék, hiszen az épületben erre nem lesz lehetőségük. Ezeket a döntéseket visszavonásig hoztuk meg, tehát természetes módon bármilyen pozitív elmozdulás történne ebben a dologban, akkor értesíteni fogjuk az érintetteket ebben a kérdésben. Közigazgatást is érinti a védekezés, hiszen szintén a keddi naptól elrendeltük az ügyfélmentes ügyintézést, tehát kérjük a tisztelt ügyfeleinket, hogy ne látogassák a városházát. A portán elhelyezésre kerülnek majd azok a nyomtatványok, ami az ügyintézéshez szükséges, azt ott fel tudják venni, és kitöltve vissza tudják hozni, és a postaládájába, a hivatalnak a postaládájába ezt el fogják tudni helyezni. Természetesen telefonon, e-mailen kapcsolattartást tudjuk biztosítani, és ott minél gyorsabban igyekszünk majd segítséget nyújtani. Emellett augusztus 31-ig minden előre megtervezett rendezvény lebonyolításáról is lemond a város. Így nem lesz városnapja, a költészetnapja, a majális és a rétes fesztivál sem. És elmarad az Euró Móka Fesztivál is.